8 óra van, ez a híradó az M1-en. Ábrahám Viola vagyok. A magyar határt védő katonákra és rendőrökre támadtak migránsok az éjjel ásott halom közelében. Egy 15 fős migráns csoport akart átszökni a magyar határon, ám amikor megállították őket, gázsprével lefújták a határt védő egyenruhásokat. 4 katona könnyebben megsérült. Végül a határon szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak sikerült megakadályozni, hogy a migránsok bejussanak Magyarországra. Georg Spötle biztonságpolitikai elemző itt az M1-en arról beszélt, a migrációs nyomás folyamatosan nő a balkáni útvonalon, egyre több migráns akar bejutni az unió területére, és az illegális bevándorlók nagy tömegben erőszakosak lehetnek. Ha mondjuk az afgánok is még jobban beindulnak, vagy Irakból is ugye kivonulnak az amerikaiak, tehát mi lesz Irakba? Tehát ott is szerintem ugye a iráni beavatkozás miatt a szunniták kerülnek majd kisebbségbe, tehát elképzelhető, hogy onnan is jön majd egy hullám, de hát tényleg most már a Salamon-szigetektől kezdve India, Törökország, rengeteg helyről indulnak el az emberek, és mikor felgyűlemlik egy nagy tömeg, értelemszerűen a tömegdinamikából kiindulva erősnek érzik magukat, és ezért történt ez a támadás. A tervek szerint a hét második felétől lehet időpontot foglalni a koronavírus elleni harmadik oltásra, jelentette be az Országos Oltási Munkacsoport vezetője. Augusztus 1-jével lesznek elérhetők az időpontok azoknak, akik már legalább 4 hónapja megkapták a második oltást. Minden esetben az orvos dönt majd arról, hogy szükséges-e a harmadik oltást felvenni, és ha igen, akkor milyen oltóanyaggal. A koronavírus variánsai okozhatják az új megbetegedések többségét, ezért egyes sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás, mondta Müller Cecília. A szakmai ajánlás szerint, aki első 2 oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírus tartalmazó vagy mRNA-s vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva, de az is lehetséges, hogy valaki ugyanazt az oltást kapja a harmadikként, mint amilyennel korábban beoltották. Egyelőre azokat szeretnénk emlékeztető oltásban részesíteni, akik ezt kérik, úgy gondolják, hogy ettől az ő biztonságérzetük megnövekszik, az immunrendszerük erősebb lesz, és nyilvánvalóan főképpen azoknak, akik egészségi okokból feltételezhetően nem alakult ki kellő immunválasz az első 2 dózis után. Magyarország 200 000 adag AstraZeneca vakcinát adott el beszerzési áron Portugáliának, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A szállítmány a magyar kormány teherszállító repülőgépén érkezett meg Lisszabonba. Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország ma egészségügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország az Európai Unióban, és felkészülten várja a koronavírus delta variánsát, miközben folytatódik az oltási program. Hozzátette, mivel van elég oltóanyagunk, így másoknak is tudunk segíteni. Hogyha minket érő támadások miatt végül úgy döntöttünk volna, hogy nem vásárolunk keleti vakcinákat. Se por na sequência dos ataques que sofremos tivéssemos tomado a decisão de não comprar vacinas orientais, akkor ma otthon nem állnánk ilyen jól, mint most. Neste momento não estaríamos numa situação como estamos. És nem tudnánk másoknak segíteni. Ahogy a migrációnál, a gyermekvédelem terén is el akarja venni Brüsszel a nemzetállamoktól a hatáskört, és saját maga akar dönteni, mondta a Századvég Alapítvány igazgatója a ma reggelben. Kiszeli Zoltán hangsúlyozta, az LMBTQ ideológia veszélyes, mert a gyermekeket akarja megfertőzni. Hozzátette, ha a gyermekvédelemmel kapcsolatos népszavazáson a magyarok elsöprő többséggel támogatják a kormány álláspontját, akkor Brüsszelben egy erős felhatalmazással tud tárgyalni a kormány. Az ellenzék, amint hatalomra kerülne, rögtön ugye beengedni az LMBTQ ideológiát az iskolákba, óvodákba, és hát ezért fontos a népszavazás, hogy ennek megállt parancsoljon úgy Brüsszel felé egy fontos üzenet lenne, mint a hazai ellenzék felé, hogy a magyar társadalom többsége ezt nem támogatja.
Újabb részletek derültek ki a Momentumos Cseh Katalinhoz köthető cégügyekről. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a hivatalos céges és pályázati adatokból arra lehet következtetni, hogy a Pannónia Nyomda Kft. Adott esetben olyan fiúktelepet választott magának, amellyel nagyobb arányú Európai Uniós támogatást lehetett megszerezni. A Demokrata korában arról számolt be, hogy miközben a jelenlegi EP képviselő néhány éve a budapesti olimpia rendezése ellen kampányolt, a családi nyomdaipari cégük, amelynek egy időben az ügyvezetője is volt, segítette volna a budapesti olimpiai pályázatot. Saját hazája ellen dolgozott a Momentum, amikor a magyarországi olimpia ellen kampányolt. Ráadásul a párt most is azért küzd, hogy az uniós intézmények visszatartsák a Magyarországnak járó fejlesztési pénzeket. Erről a Nézőpont intézet elemzője beszélt az M1-en. Rotyis Bálint rámutatott abból, hogy Magyarország végül nem rendezett olimpiát, főleg a külföldi szövetségeseik, francia barátaik profitáltak, ezen kívül pedig a párt anyagi és politikai hasznot is húzott. Azáltal, hogy a Momentum beállt a olimpia kampányba, és kőkeményen kampányolt az ellen, és ezt sikeresen el is tudta érni, hogy Budapesten ne kerüljön sor olimpiára, ezzel elsősorban nem a hazai érdekeket szolgálta, hanem nagyon úgy tűnik, és ugye ezt már a olimpia kampány alatt is többen felvetették, hogy itt a külföldi barátaiknak, külföldi szövetségeseiknek, esetleg francia érdekeknek kívántak inkább segítséget nyújtani. Legalább 2 halottja és 31 sérültje van a nyugat-németországi Leverkusen vegyipari gyárában történt robbanásnak. 3 ember továbbra is keresnek. A robbanás után a környéket fekete füstfelhő lepte el. A hatóságok ezért arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, és tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat. Több közeli főútvonalat is lezártak. A helyi katasztrófavédelem rendkívül veszélyesnek minősítette a történteket, és a régió egész területéről riasztották a tűzoltókat, hogy segítsenek az oltásban. Berlinből Noll Katalin tudósított. Annyit derítettek ki a vizsgálatok, hogy a hulladék égetőben keletkezett a robbanás, itt hatalmas tartályokban oldószereket tároltak, tehát azt még vizsgálják, hogy ki lehetett a felelőse a robbanásnak, illetőleg, hogy pontosan mekkora összegűre tehetők a károk. Lakott területeket ért el az erdőtűz Aténnál, több épület megrongálódott, a görög főváros elővárosaiban számos városrész teljes lakosságát kellett kitelepíteni. Közel 300 tűzoltó munkálkodik a lángok megfékezésén a 40 fokos hőségben, helikoptereket és repülőgépeket is bevetettek az oltásban. A lángok mintegy 30 kilométerre közelítették meg Atént, az erős szélben azonban gyorsan terjednek, így félő, hogy több lakónegyedet is elérnek. Több tucat lakóház pusztult el egy földcsuszamlásban az olasz Alpokban. A Sár és Kőlavina a Komói tó partján fekvő 3 kis üdülővárosra zúdult. Sokan vannak, akik otthonukban rekedtek, őket a tűzoltók mentik ki az elárasztott épületekből. Sérülésről vagy halálesetről egyelőre nem tudni.